10 nappal a brazíliai gátszakadás után Brumadinho városában az emberek a katasztrófában elhunyt hozzátartozóikat és a folyójuk élővilágát gyászolják. A Vasérc bányászati zajtározó gátjának átszakadása után elszabadult sárlavina házakat sodort el, és teljesen tönkretette a folyó élővilágát. Legalább 121 ember meghalt, 226 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A folyónk tiszta volt, tele hallal és állatokkal, de a Vala bányászati vállalat mindennek véget vetett. Elvette a brumadinhói emberek jövőjét. A halászok a megélhetésüket siratják, mert nem maradt semmiük, mondja egy helyi. A bányát üzemeltető Vala részvénytársaság szerint a zajtározóban nem volt veszélyes mennyiségű szennyeződés, de szakértők szerint a gátszakadás hatása visszafordíthatatlan. A hatóságok megtiltották a környéken lakóknak a folyóvizének és a környékbeli kutaknak a használatát.